hordóba, vödörbe, földbe ásott lyukba, vagy egyszerűen a ház udvarán végzél a dolgát néhány rossz körülmények között élő család Miskolc belvárosi részén. Nem ritka, hogy az utcán csorog végig a szennylé. Szomszédaik a bűzre, a környezetszennyezésre és a fertőzés veszélyre hivatkozva az illetékes hivatalokhoz fordultak, de mindenhol azt a választ kapták, hogy ez nem az ő hatáskörük. Már be van temetve. A gödör helyét mutatja ez a férfi, amit WC-ként használt ő és a családja. Amikor megtelt a gödör, egyszerűen betemették. De vannak más módszerek is. Ez csak egy hordó egyelőre, de ezt tehát el fogjuk innen tüntetni. Most ide jár ki az egész család, de korábban ezt a WC-t használták, a szennyvizet pedig egy csövön át az utcára vezették. A szomszédok szerint nem csak a látvány, hanem a legyek és a bűz is elviselhetetlen, de nincs megoldás a problémájukra. Be van adva a pályázat a szennyvíz csatornára, de hát semmi esélyünk nincs rá, mert kevés olyan ember lakik itt, aki azt a bizonyos nyelvőt ki tudná fizetni. Többen az illetékes hatóságokhoz fordultak segítségért, egész kötegnyi levelezés gyűlt már össze a szennyvíz és a szemét miatt. Az önkormányzat rendszeresen elszállítja a területről a felhalmozódott szemetet, de a kapun belül tárolt hulladékkal és szennyvízzel nem tud mit tenni. Az egyéb, ami az udvarokon marad illegális szemét, sajnos az ugye belemosódhat a talajba, és egyéb fertőzés veszélyes helyzetek kialakulásához is vezethet. Ezért van ott az illetékes szakigazgatási szervek feladata. Őket is megkerestük, de mindenhol azt a választ kaptuk, hogy ez nem az ő hatáskörük. A környezetvédelmi felügyelőség szerint az ügy nem tartozik rájuk, mert nem környezetvédelmi probléma. A tisztiorvosi szolgálatnál pedig érdeklődésünkre azt mondták, csak akkor tehetnek valamit, ha már bizonyítottan megbetegedett valaki. Az RTL híradót Nagy Zsófia tudósította Miskolcról.